Ötödik alkalommal szerveztek nemzetközi citerás találkozót Maros-Szentkirályon. A találkozás elsődleges célja, hogy megismerkedhessenek egymással a népzenészek. Népviseletbe öltözve érkeztek a citerások a Maros-Szentkirályi Művelődési Otthonba. A magyar népi húros hangszert közel 100-an szólaltatták meg a Maros megyei községben 5. alkalommal megszervezett találkozó keretében. A hazai citerások mellé idén csatlakoztak magyarországi zenészek is. A népzene együttesek tagjai között vannak fiatalok és idősek is. A legkisebb tagunk 9 éves, és a legidősebb tagunk 80. Míg Székelyföldön a hagyományos nyomós citerát használják, Magyarországon egy nagyobb zenei szabadságot adó citerával játszanak a zenészek. A találkozó résztvevői nem csak egymással, hanem a különlegesebbnél különlegesebb citerákkal is megismerkedhettek. A résztvevők szerint azért fontosak ezek a találkozók, mert bizonyítja azt, hogy a citerázásnak jövője van. Múltja is van, nagyon nagy múltja, múlt században egy picit divatos hangszerek kiszorították, de úgy nézem, hogy most a reneszánszat éli. Magyarországon már nagyon sok csapat van. A marosvásárhelyi citerásokhoz is egyre többen csatlakoznak. 10 évvel ezelőtt mindössze 7-en voltak, az utolsó nyári citeratáborban pedig már 60-an.